Az influenzának milyen szövődményei lehetnek? Az általános tüneteit, aki már átesett rajta, az ismeri, de hogyha abból ki is lábalna valaki, akkor mire számíthat még utána? Ugye az influenza fertőzésnek, influenza megbetegedésnek a leggyakoribb tünete az a magas láz, elesettség, végtagfájdalom, hátfájás, fejfájás, ritkán hasmenés, és a szövődmények között a legsúlyosabb az a tüdőgyulladás, ami ritkán a vírus okozta vírustüdőgyulladás, amelynek a halálozása 50-80%, sokkal gyakrabban egy felülfertőzés, amikor a legyengült légutak befertőződnek valamilyen baktériummal, és így alakul ki egy másodlagos hőrkorút vagy tüdőgyulladás súlyosabb esetben. Egyéb szövődmények, mint idegrendszeri problémák, bénulás, agyvelőgyulladás, vesebetegség, szívizomgyulladás, az nagyon ritkán fordul elő. Mostanában olvasok olyan híreket, hogy nem csak a Covidnak vannak hosszú távú hatásai, hanem hogy az influenzának is figyeltek meg hosszú távú mellékhatásait, szövődményeit emberekben, illetve azt mondják, hogy ez régen is létezett, csak nem figyeltek oda rá. Mit lehet most erről tudni, hogy milyen hosszú távú hatásai lehetnek egy influenza fertőzésnek? Úgy általában a légúti vírusfertőzések hosszú távú hatásai a gyengeség, a fáradékonyság, illetve az elhúzódó köhögés. Az elhúzódó légúti panaszok azok általában azokra a betegekre jellemzők, akiknek van valamilyen hajlamosító tényező is, például az asztmásoknál, a COPD-s betegeknél, tehát a krónikus légúti betegeknél ezek elhúzódóbbak, de a fáradékonyság, gyengeségérzés, fejfájás, általános testi tünetek, azok bárkinél előfordulhatnak. Sőt, akár olyan is, hogy ilyen agyi köd, tehát hogy a memóriának, az emlékezetnek, a szellemi teljesítménynek a visszaesése is tapasztalható. Az influenzánál talán kevésbé, de a Covidnál ez igenis jellemző. A Covidra jellemző az, hogy idegrendszeri tüneteket okoz. Ugye a kezdeti leglátványosabb tünetek az a szaglásnak, meg az ízérzésnek az elvesztése, ezek idegrendszeri tünetek, de a covidosoknál gyakori a fejfájás, gyakori az általános, nagyon erős fájdalom. Vannak még betegem azt mondta, hogy képzelj el, doktor, még a hajam is fájt. Családtagunk között előfordult, akinek a migrény jelentősen erősödött, illetve gyakrabban jelentkezett, és még mindig előfordul. Fülzúgás, forgó jellegű szédülés, ami hónapokkal a Covid gyógyulása után is még visszatér, és erősen befolyásolja, hátráltatja az illetőnek az mindennapi életét.